Még csatlakoznak. Na, akkor mindjárt megnyomom, és akkor onnantól élőben vagyunk. Sziasztok, Kismilán vagyok, Fitness DJ, és itt vagyunk Recsnik Zsófival, akivel egy tartalmas beszélgetést fogunk arról folytatni, hogy hogyan lett alkalmazottból vállalkozó, továbbá még több érdekes témával is készültünk. Egy pár percet várunk, hogy ti is tudjatok csatlakozni, addig megkérdezem Zsófitól, hogy hogy van, hogy telt a napod, hogy érzed magad? Mi Sziasztok, köszöntelek benneteket, szia Milán! Hát, jól telt a napom, dolgoztam, tartottam edzéseket, tanácsadást is végeztem, voltam az utcán is sétálni, úgyhogy igazán jó volt ez a nap is. Na, És akkor most nagyon kis egy pörgős. interjú, úgyhogy... Igen, úgyhogy ez egy, hát még nem befejezése a napnak, de egy megkoronázzuk az estét talán ezzel az interjúval remélhetőleg. Már hárman vagyunk, képzeld el, pedig még csak most indultunk, úgyhogy... Ja, igen, azt kellene csinálni, hogy most megosztjuk a videót. Te odaférsz, telefonról vagy, ugye? Aha. Ezt nem mondtam, hogy meg gép nincs előtted, vagy van? Van. Na, akkor addig még gépről meg tudod te is osztani, én is megosztom, várunk még addig egy picit, hogy még többen legyünk. Öten vagyunk. Sziasztok! Kicsit Sziasztok! várunk, és akkor megkezdjük az interjút, és ti is kérdezhettek, ezt mondom a nézőknek, és köszönjük a megosztásokat, meg kaptunk egy lájkot is, nagyon szuper. Köszönjük! Remélem, hogy láttátok a plakátot, mert nagyon sokat dolgoztam rajta, meg nagyon jó képet küldött a Zsófi. Fél másodperc, csak nem olyan gyors ez a gép. És nem is én vagyok bejelentkező. Nem baj. Facebookra. Azért nem mondom, hogy telefonról hozd meg, mert akkor hát, ha eltűnünk. Egy Igen, az pillanatra. előtt. De mindjárt. Addig is írjatok nyugodtan chatbe, hogy hogy vagytok, és ha esetleg a témával kapcsolatban valami kérdésetek, akkor azt meg tudom kérdezni majd Zsófitól. Na jó, én megosztottam. Még fél másodperc. Vagy max út közben megosztom. Nem, nyugodtan ezt megvárom, és akkor addig. Addig én is megnézem a kérdéseket, mert készültünk amúgy nektek, hogy legyen valami vázlatunk, és én keresgéltem Zsófi után, és nagyon sok bejegyzést találtam egyébként az interneten. Ezt nem tudom, tudod-e, például a 24fit.hu-n, mint szerzőn találtam több cikket is, amit te írtál. Ez így van, ez ilyen közös oldalunk a csapattal, amiről majd fogok nektek mesélni, és én viszem a sport részét. Úgyhogy igyekszek ott is egyszerű olvasható, de mégis informatív cikkeket csak tudok beszélni, írni. Nem vagyok nő, úgy tűnik, nem tudok egyszer két felé figyelni. És elvileg kérek egy visszajelzést, hogy látjátok a hozzászólásokat is. Ezt azért csinálom, mert a videó majd kint lesz a YouTube-on is. És akkor így, amit így interakciót sikerül, na már tizen vagyunk. Amilyen interakciót sikerül végeznünk, azt így megörökítjük a képernyőn is. Na mi újság a megosztással, hogy állunk? Lassú nagyon a gép, de már csak igyekszem. Órák kérdése? Órák, évek. Na jó, addig akkor mesélek én rólad. 1990. Jó. július 22-én születtél, ezt így fejből tudom. Mindjárt itt a szülinapod, már csak hónapok kérdése. Így van. Ezt honnan tudod? Ilyeneket. Hát figyelj, én olyan dolgokat tudok. Ha jól emlékszem, a Semmelweis Egyetemre jártál 2010 és 2014 között? Így van. Ott milyen végeztem. Emlékeid vannak erről? Nagyon jó, én egyébként ott levelezőre jártam, testnevelőedző szakon végeztem, ugye azért 4 év, mert 1 évet sikerült csúsznom, de én ezt egyáltalán nem bánom, és egyébként ott nekem az évfolyam társaim, illetve csoporttársaim nagyon jó fejek voltak, és én nagyon szerettem is oda járni, és az az igazság, hogy én nagyon régóta oda is készültem, tehát én már gyerekként is eldöntöttem, hogy szeretnék oda járni,
És hát a vizsgák nem voltak annyira könnyűek, de hát melyik egyetemen azok, de a tanárok is nagyon segítőkészek voltak, úgyhogy csak sikerült lediplomáznom. És erre Hát nagyon igen. büszkén vagyok egyébként. Hát az is lehet. Most eltűntettem a csetet. De ügyes Na. vagyok. Jó, most visszajött. Jó, oké. Jó, hát vannak még ilyen kis kezdeti nehézségek. Sikerült a megosztás? Mert úgy érzem, viszont így megzavarlak, hogyha kérdezgetlek közben. Nem. Na, most talán. Ah, meg vagyok. Ki? Most. És itt van velünk Zupán Petra is. Hello, Beló, nézlek titeket. Szia, Petra! Szia, Petra! Te is nyugodtan kérdezzél, hogyha szeretnél valamit Zsófitől tudni. Most meg kell keresnem az oldaladat, mert na, meg tudom osztani, és látom magam, ú, de bizony, még mindig. Ugye milyen jó, hogy ott van a ott vannak a kérdések is balra. Érdekes, igen, meg is osztottam, nagyon jó. Na, akkor elkezdjük az interjút, szerintem YouTube-ról majd ezt az elejét kivágom. Első kérdésem, hogy mondj magadról pár szót. Na, hát most már a születési dátumomat Igen. tudjátok. Talán úgy, mintha valaki nem ismerne, akkor hogyan mutatkoznál Igen. be? Recsnik Zsófi vagyok, én személyjegyzőként, csoportos óra oktatóként és életmódmentorként dolgozom jelenleg. Tökre jó, mert ez a három szakma, illetve a három irány abszolút egybevág. Gyerekként is sportoltam, tehát abszolút az életem része a mozgás. Ugye 4 éves koromtól én művészi tornáztam, majd az egyetemi évek alatt ritmikus gimnasztikáztam, és utána jöttek a csoportos órák, először elkezdtem rájuk járni. Ugye nagy oktatókhoz egyébként, és nagyon sokat tanultam is tőlük. Majd ugye jöttek a kondis edzések, és ezáltal lettem személyjegyző is egyébként, ha És mi úgy tetszett? veszük. Húha, Horváth Zoltán, van pasid, Randi. Képzeld el, hogy ezt is tudom, hogy egyben jársz. Nem mással, mint Demeter Attilával, úgyhogy hát az udvarlókat közben itt muszáj leszünk kifosorozni. Köszönöm a bókot, ha ezt annak szántan. Erről már lekéstetek. Igen. Na, most ez kicsit megzavart. Látod az ilyen. De Ennyivel köszönjük kiütöttem. Zolinak is a kérdéseket. Elég lényegre törő volt. Próbáljatok meg a témánál maradni. Ezt megköszönöm. Azt szeretném kérdezni, hogy mindig edző szerettél volna lenni, vagy volt esetleg korábban gyerekként más álmod is, vagy te ezt így. Sok boldogságot, ezt írja Zoli. Na, Köszönjük köszönjük szépen. szépen. Hát képzeld el, hogy számomra az edzőm, aki 4 éves koromtól, talán én 14 éves koromig volt, ő egy hatalmas példakép számomra a mai napig, és én már nagyjából én 8 évesen kijelentettem, mert abban a tánckluban úgy hívták ezt a sportot, hogy művészi torna, ugye művészi torna tanárnő leszek, és pont. Csak akkor még ugye a hogyanja nem volt meg. És aztán az akkori általános iskolai tesi tanárom mondta nagyon, ő a TFM végzett, hogy érdemes lenne oda mennem, és akkor ott megcsinálni az edzői szakot, és akkor utána lehetek ugye ritmikus gimnasztika edző végül. Ugye ezt is csinálom, ha úgy vesszük, tehát, hogy nem mentem vissza abba a táncklubba oktatni, hanem én most, mint vállalkozó, egyébként tanfolyami szinten tartok gyerekeknek, most jelenleg óvodásoknak, de egyébként óvisoknak és kisiskolásoknak is művészi tornát, illetve ritmikus gimnasztikát. Úgyhogy nekem valahogy mindig ez volt a vágyam, és így nem is nagyon gondolkoztam. Talán egyszer volt egy olyan időszakom, hogy időjárás jelentő leszek. Mert hogy Na. nagyon tetszett, ahogy így magyaráznak, Igen, de az és menne így. is neked egyébként, mert benne van így a bugia mozdulataid, be el tudnálak egyébként képzelni, meg Valahogy hát ezt figyelj, nem hogy sosem késő, hanem ki tudja még, mit hoz a jövő. Lehet majd pont most fognak felfigyelni rád, és akkor felkeresnek egy tévétől. Na de már említetted, hogy akkor
gyakorlatilag jelentkeztél ugye a TF-re, ez mennyire volt egy egyszerű döntés, mennyire voltál ebbe biztos, vagy esetleg vaciláltál más utakon is, ugye aerobikozni, meg ezt a ritmikus sportgimnasztikához nem feltétlenül kell egy egyetemi végzettség, vannak OK és tanfolyamok is, hogy született meg benned ez a döntés? Tehát az igazság, hogy nálunk a családban azt mondhatjuk, hogy elvárás volt, hogy egyetemre menjek. Úgyhogy azért is kezdtem el, de egyébként ide a TF-re jelentkeztem, illetve az EGRI tanárképzőbe, vagy olyan sportszakra, és utána oda nem vettek fel, hanem ide a TF-re. De ez is érdekes, hogy az első évben nem nyertem felvételt, mert hiányzott a nyelvvizsgapontszámom, tehát én el is mentem dolgozni, nyilván nem edzőként, hanem dolgoztam ruhaboltba, dolgoztam szoláriumban, voltam telemarketinges, tehát hogy azért eléggé sok mindent, még abban az egy évben is, és akkor felvettek, ugye nem adtam fel, felvettek ugye a TF-re, és az első évben csak ezt csináltam, a második évben pedig elvégeztem egy aerobikedzői tanfolyamot, ugye ezt már OK is képzés keretein belül, és ugye a harmadik évben, ugye erre ráépülően egy személyi edzői, illetve gyermekmozgás programvezetői képzést is megcsináltam. És igazából utána se kezdtem el még edző lenni, így Hát száz akkor százalék. eléggé kevés szabadidőd maradhatott, hogyha ennyi tanulmány így belefér neked az idődbe. De végül is akkor Hát meghozta a gyümölcsét. abszolút egyébként, tehát én szerettem nagyon azt az időszakot, mert tényleg azzal foglalkoztam, amivel most is azzal foglalkozok, de hogy azt tanulhattam, amit igazán szerettem volna. Úgyhogy ez jó, jó időszak volt. Tehát kemény, mert volt olyan egyébként, hogy így vizsgáról vizsgára rohantam az OK-ins képzésről át a TF-re, meg ilyesmi, de ezek szerintem beleférnek abszolút. Igen, és közben nézem a kérdéseket, és kérdezzetek bátran, ha titeket is érdekelne valami. A lediplomázásod után mi történt, és mennyire volt ez egy egyszerű történet, ez az egyetemi pár év? Itt 3,5, ez mert a BSC-s képzésben voltál? Négy, Né nekem négy, négy három éves volt, év lett aha. volna, de az első évben családi okok miatt is megcsúsztam, és akkor így lett belőle 4 év egyébként. Hát az egyetem után tök érdekes, hogy a kezembe kaptam így a diplomámat, tehát ugye megvolt a kis papírom, tehát igazából mondhatjuk azt, hogy a saját lábamra állhattam volna teljesen, de ugye közben megtudtam, hogy ha edző szeretnék lenni, akkor igazából vagy még kéne MSC-t csinálnom hozzá egyébként, hogy teljesen versenyzőkkel tudja foglalkozni, bár ez azóta módosult, vagy ugye vállalkozóit kellene kiváltanom. És akkor most értünk el szerintem úgy igazán a témához, hogy én egy olyan családból származom, ahol mindenki, legalábbis a nagy része alkalmazott. És nem is igazán támogatták azt, hogy én bármilyen vállalkozást elindítsak. Ezért én elmentem a Margit-szigeti, akkor még Danubius Hotelbe, mint fitness instruktor, tehát ez egy rendes bejelentett állás volt. Én mellette elkezdtem gyerekeket oktatni, mert az egyik barátnőm MSC-re járt a TF-re, és akkor ő kiváltotta a vállalkozóit, engem pedig bejelentgetett. Tehát akkor én már elkezdtem oktatni, de főállásban én még rendesen dolgoztam ugyanúgy. Most egy idő után én ott nem éreztem egyébként jól magam, és akkor munkát váltottam, akkor elkezdtem Aldiban dolgozni, és Na, és akkor ott mit mellettem csináltál pontosan? az Aldiban mindent. Tehát árufeltöltés, a takarítás, a Akkor az a pénztárca. útkeresés ideje volt. Egyébként én is voltam árufeltöltő egy időben. De lehet egyébként nagyon sok mindent tanulni szerintem olyan munkákból, amire nem gondolnál, hogyha így belenézel kicsit a mögé, hogy milyen egy raktár, mondjuk egy raktárkezelés, vagy targoncázni, ilyesmi. Úgyhogy mindennek meg lehet találni a jó oldalát. Igen, abszolút egyébként nagyon érdekes volt, és tehát az, hogy ott a terhelhetőségem az abszolút javult, mert ott pörgés volt folyamatosan, és kellett csinálni, és tak-tak-tak, hát német cég milyen legyen egyébként. De én mellette ugye tartottam ugye a gyerekeknek ugyanúgy edzést, tehát volt olyan, hogy 3-kor tudtam, vagy 3:45-kor eljönni az Aldiból, és nekem
4-re már Csepelen kellett lennem, tehát ez egy ilyen rohamvágta volt általában. De az az igazság, hogy egy idő után így nem éreztem azt, hogy így össze tudom a kettőt egyeztetni. Na és még azután se lettem vállalkozó, hanem elmentem megint egy fitness terembe recepciósnak. Uh-huh. De ezek mindig olyanok voltak, amiben nem éreztem magamat 100%-osan jól. Tehát mindig éreztem, hogy valami nem okés. Uh-huh. Akkor már benned érlelődött, hogy nem vagy a helyeden? Igen. Tehát az így abszolút, meg ugye sokszor, hát ugye nyilván a főnök dolga megmondani, hogy mit csináljanak be asztalt, de azért sokszor így nézem, hogy nekem nem mondják már meg, hogy én mit csináljak, meg hogy csináljam. Tehát, hogy így vannak keretek, amit tartani kell nyilván ezzel kapcsolatban, de hogy én éreztem azt, hogy vagyok annyira talpra esett, hogy ezt meg tudom oldani egyedül is, de nyilván miután azt hallgattam otthon, hogy kell egy biztos pont, uh-huh. amikből kapod a fizetést, ezért ugye megint csak egy olyat választottam, ami nem 100%-osan a sajátom. Én azt gondolom egyébként az egyik legnehezebb kérdés így az ember életében, hogy beül egy alkalmazotti pozícióba, vagy megindít egy vállalkozás, mert viszont ha beszélsz az emberek nagy részében, mindenkinek lenne valamilyen ötlete, vagy amit szívesen csinálna, de ezt tényleg kell egy óriási bátorság, meg hozzá kell szokni valamilyen szinten ez a bizonytalansághoz, főleg ezekben az időkben, hogy ezt bemert vállalni, de én azt gondolom érdemes legalább megpróbálni, mert később még mindig lehet, hogyha valaki ezen agyalna visszalépni, akinek az jobban fekszik. És most melyik évben járunk egyébként? Mikor volt ez az Aldis történet, meg a recepciós? Az Aldis az szerintem 2017, a recepciós az 2018 környéke. Akkor ez nem olyan régen, tehát akkor ez 3-4 éve. Volt ez körülbelül. És akkor mikor hoztad meg ezt a végső döntést, hogy te csak azért is vállalkozni fogsz, meg mi volt ennek a kiváltó, volt valami kiváltó oka, ami megadta az íra a pontot? Hát képzeld el, hogy ott... 20-an vagyunk már egyébként, 21-en. Tehát érdemes volt küzdeni a megosztásokkal, látod. Igen, meg jól esik egyébként nagyon, hogy érdekelt titeket ez a téma. És van a kérdések hát, is, de majd nem akarlak megszakítani. Vagy utána megveszik. Képzeld el, hogy ott a recepción, ugye én folyamatos kontaktban voltam edzőkkel, és nekem nagyon-nagyon tetszett, amit csináltak. És én ott kaptam is azért így csoportos órát, tehát ott már így bele tudtam ebbe is tanulni. Tehát a hotelben is, amit említettem, ott, ahol fitness instruktor voltam, ott is tartottam órát, de az más jellegű volt, mert szenior torna volt, vízitorna, gerinctorna. Tehát ez azért úgy nem feltétlenül egy 20 pár évesnek így az aktivitásához és az erejéhez mérvadó. És egyrészt ugye az is már tökre tetszett, másrészt én elkezdtem már előtte nagyjából egy másfél évvel nagyon sokat dolgozni magamon. Tehát én folyamatosan jártam önismeretre, és így kezdtem a kis gátakat így lebontani magamban. Kis Szabó Péter? Nem. Nem, én az is jó egyébként, pont most néztem Facebookon egy videóját. Van, aki nem szereti, jó, de ez személyre szabottabb. Aha. Az én pszichodráma, meg ja. Egyéni. Tehát, és segített? Úgy érzed, hogy előrébb vitt? Abszolút. Tehát nagyon-nagyon sok félelmemet leküzdöttem azóta is, illetve a belém ültetett gátakat, amit mondtam, úgyhogy a kis hagymahéjak jönnek most már le. Uh-huh. És szerintem az is nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy egy úgy erőre kapjak, és azt mondjam, hogy na most akkor elég, és akkor most én ezt szeretném máshogy csinálni. Úgyhogy ez ilyen külső-belső késztetés volt igazából. Kívülről, ugye, hogy látom többieket belülről, meg az, hogy tényleg nagyon sokat kellett az arra dolgoznom, hogy azt tudjam mondani, hogy én ki tudok állni a világban, és egyedül talpon tudok maradni. Igen, meg azért valamilyen szinten az aerobik oktatás is, emberek előtt kell szerepelni, ahhoz is kell egyfajta önbizalom, magabiztosság, hogy át tud adni ezt a feelinget, meg tudást. Igen, abszolút. Tehát, hogy igen, csak mondjuk, hogyha megvan már a cél, hogy miért csinálod, hogy nekik jobb legyen, akkor már úgy, tehát ki tudsz állni 1000 ember elé is. Nyilván. Ad egy erőt, igen. Aha, igen. Bár én a zenélésben azért érzek különbséget, amikor 10 embernek vagy 1000-nek
zenéltem, ugye volt nekem is szerencsém, Fit Balanszom, meg még talán egy sítáborban, ahol így több száz ember volt, és azért más egy kicsit, de ad egy löketet, egy energiát az embernek, hogyha tényleg sokan nézik. Hát ennyi embernél azért az energiák összeadódnak, az biztos. Igen. Na, felolvasom a kérdéseket. Zupán Petra, Zsófi, a TFM melyik tantárgyat szeretted a legkevésbé? Na, egyből egy pozitív kérdés, de akkor most el kell mondanod, hogy melyik volt a kedvenced is. De köszönjük Petrának a kérdést, még kérdezzél. Mondjuk azt, hogy nem volt olyan, amit nem szerettem, hanem olyan volt, amit a tanár megnehezített. Bevezetés a tudományos kutatásba. Az borzalmas volt. Tehát ott szivatás ment ezerrel, meg is kaptam egyébként a tanártól, mert én bementem hozzá, hogy tanár úr, ha nem jók ezek a válaszok, beszéljük meg, hogy mik a jók, mert most már így nem értem. És ő azt mondta nekem, hogy kisasszony, maga nagyon hamar lesz nagymama, és mert nagyon hamar fog megöregedni, mert nagyon kíváncsi. Hát, nem csak át szeretnék menni a vizsgán, tehát, hogy tanulok és nem megy. Amit nagyon szerettem, hát élettan, de hát hiszem lehet nem szeretni a TFN szerintem Pavliknál, és az anatómia amúgy. Meg hát persze a ritmikus gimnasztikus az összes tornák. Hát igen, az azért elég jó alapod volt. Szerintem nagy részt egyébként tényleg a tanáron is múlik, nem csak a tantárjon, hogy mennyire szereti meg. Yeah, BTK, ezt írja Zupán Petra. Üdv a klubban! Igen. Te hogy látod ezt, hogy hány százalékban számít az, hogy mi a tantárgy, meg az, hogy kitanítja, meg úgy egyáltalán? Hát figyelj, azért nagy százalék, mert voltak azért gimiben is nálam olyan tanárok, hogy hiába volt ugyanaz a tantárgy, mint mondjuk általánosban, hogyha most ezzel így tudom így összehasonlítani akár. Nem szerettem annyira a gimiben, mert nem tudta úgy átadni a tanár. Uh-huh. Tehát, hogy nem fogott meg azzal, amit mondott. Uh-huh. Tehát ez abszolút nagy mértékben, szerintem ilyen 60-70 százalékban simán, és ezt akár az edzésre is át lehet vezetni, hogy akármilyen nagy tudásod van, hogyha nem tudod úgy átadni a másiknak, nem tudod úgy tanítani, akkor az nem fogja megérteni, és nem fogja annyira szeretni a te órádat. Világos. Közben Práz Mári erre írja, hogy büszke vagyok rá, Zsófim, csak így tovább, szívecskék, kacsintó fej. És itt van velünk, Borsos Péter, és aki így, hát enyhe célzással, Hali, mi a kedvenc csoportos órád? Kérdést tette föl. Kardiofájt és a funkcionális step csak a Petinél. Na jó, hát akkor meg volt azt hiszem a kötelező Petis reklám, és úgy néz ki, hogy Borsos Peti nélkül nem lesz adás, de nem is bánjuk. Reklámozunk. Nem írja ki, hogy hagyjon másokat szerepelni, igen. De azért szeretném Peti. Na viszont térjünk vissza a kötelező kérdésekhez. Ugye ott tartottunk, hogy váltasz. Mi segített neked ebben, megelőzte bármilyen más változás az életedben? Igen, erről már kicsit meséltél, de... Hát figyelj, ezek igazából tényleg, tehát, hogy... Ha visszatérünk a gyerekkoromra, mondjuk nekem nem volt így nagyon egyszerű, nekem édesanyám beteg volt, és egyébként édesapám is túlsúlyos. És ezáltal is eléggé sok gátak voltak bennem. De lehet, hogy ez is motivált így a fitnessben? Abszolút egyébként, tehát én édesapának a mai napig próbálok segíteni, de sajnos el kellett fogadnom, most nem sajnos, de el kellett fogadnom, hogy aki nem akar, ténylegesen azon nem tudsz. Tehát, meg én azt gondolom akarni. Egyébként, igen, én erről az egészről azt gondolom egyébként, hogy és pont egy ilyen, ők azt inkább nem mondom ilyen csatornán, de hogy pont erről volt szó, hogy mennyire fontos a fitness, meg ilyesmik, és ugye nem fitnesses emberek beszéltek leginkább, de hogy valakit tényleg úgy kell elfogadni, hogy nem érdekli. Tehát, hogy nem mindenkinek ez az életútja, vagy célja, vagy hogy is mondjam, hogy valaki egyszerűen nem... És nem is szabad erőltetni szerintem, hanem úgy kell elfogadni, vagy ez is ilyen kicsit már ilyen spirituálisabb téma talán. Ennek ellenére abszolút. Lehet motiválni embereket, de azt gondolom, aki kell, az úgyis rá talál. Ez így van, és egyébként érdekes, mert ugye nyilván magamhoz hasonló embereket találok meg, vagy szerencsére olyanok találnak meg engem, akikkel tudok segíteni, tehát azért elfogadják, de hogy nagyon kell nekik a segítség.
de inkább olyanok jönnek, akiken tudok. Tehát ugye apukám egy eléggé nagy kivétel egyébként, de ettől függetlenül büszke vagyok rá, és nagyon-nagyon szeretem, de ezt nekem is el kellett fogadnom egyébként, hogy rajta jelen esetben nem tudok, vagy a jelenlegi helyzetben nem tudok. Hát vagy nem is kell. Igen, tehát ez a másik, igen, ez olyan érdekes, hogy mennyire mehetsz ebbe bele, hogy ő nála mondjuk ezek miket kapcsolnak be. Tehát ez tényleg már ez a nagyon spirituális rész, hogy nála ez miért van, stb. Stb. Lelkileg, testileg, ilyesmi. Az a lényeg tényleg, hogy mindenki jól érezze magát. Hogyha valaki a fitnesstől érzi jól magát, akkor foglalkozzon vele. De hogyha nem érzi jól magát tőle, akkor viszont kár erőltetni. Én erről ezt gondolom. Na, közben Borsos Peti is küldött egy szívecskét, és tehát akkor időben pontosan akkor milyen volt az első pár hónap, mint vállalkozó, és ezáltal ez, tehát akkor az első vállalkozásod végül is az edzősködés volt? Miután eldöntötted, hogy ott hagyod a recepciót? Igen, abszolút személyedzés volt, a személyedzés volt az első, igen, mert most már van mellette más is. És én úgy hagytam abba egyébként az alkalmazott létet, hogyha úgy vesszük, hogy nekem volt azért félretéve pénzem. Én abszolút a nulláról kezdtem egyébként felépíteni ezt az egészet, tehát nekem nem voltak ilyen kapcsolataim, jó egy-két edzőt így ismertem, de az az igazság, hogy azzal, hogy én begubóztam be a vállalkozói rétegbe, én kicsit elhatárolódtam így az edzői szférától, hogyha úgy vesszük. És szerencsém volt, mert az egyik osztálytársam tett ki egy ilyen felhívást, és én arra jelentkeztem, kerestek a terembe edzőket. És egyébként egy micsoda tök jó véletlen. Csapat. Micsoda véletlen, igen. Igen, hát szokták mondani, csak így szembe jött veled egy ilyen lehetőség. Amúgy tök érdekes, mert ez tényleg így történt, hogy így elhatároztam, ez nagyon, tehát érlelődött bennem, elhatároztam, és pont megláttam egy ilyen posztot. Uh-huh. Tehát, hogy ezek jönnek, tehát én a vonzás törvényében abszolút hiszek, illetve, hogy tehát igen, tehát amit akarunk, az oda jön elénk, és csak észre kell venni egyébként. És hát nem volt könnyű az első pár hónap, mert az az igazság, hogy lassan jöttek a vendégek. Nyilván, tehát raktunk ki hirdetéseket, én is, a teremív, de úgy nem volt ez a berobbanás, nyilván meg kellett, hogy ismerjenek. És az első kis időszakban azért volt egy ilyen haszontalanság érzés, hogy úgy őszinte legyek, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy sok dolgom volt, és aztán hirtelen ez a benn vagyok a teremben, tök jó, csak hogy így... Igen, meg van egy, igen, van egy ilyen szabadság is, hogy végül is saját magadnak kell beosztani az idődet. Ennek minden előnyével és hátrányával. Igen, tehát, hogy tök érdekes volt ez az érzés, és nem üresség, hanem hogy ez a... Jó, akkor most azon leszek, hogy legyenek vendégeink. Nyilván a mi van, ha... kérdés az sokszor megfordult a fejembe, mi van, ha ez nem való nekem, mi van, hogyha nem jönnek a vendégek, mi van, hogyha ebből tényleg nem tudok megélni, ahogy én ezt így hallgattam folyamatosan, stb. Stb. De igazából utána ezen is túl tudtam lendülni, és akkor már azért így jöttek szépen a vendégek, a legtöbb vendégem azóta is megvan, tehát így 3 éve, és ugye a személyedzés mellett kezdtem abban a teremben csoportos órát is tartani. Ugye ez a Gilda Max River volt akkor még, ugye, közben egy macska, és én ezt nagyon élveztem, tehát meg mai napig is. Tehát most ugye online világban vagyunk, ez egy kicsit másabb, de én ott éreztem azt, hogy én most vagyok jó helyen. Tehát ez az a pálya, amire én készültem, és hogy én így tudok másoknak segíteni. Tehát én amúgy is egy olyan ember vagyok, aki szeret segíteni másoknak, és hasznosnak akarja érezni magát. Tehát hogy engem ez visz erőre, hogy tényleg ez a hasznosság érzet. És én ezt itt abszolút megtaláltam, tehát nyilván nem könnyű váltani, nem könnyű ezt a döntést meghozni,
De amikor már megvan, egy kicsit így úgy voltam vele, jó, most vállalnom kell ennek a döntésnek a következményeit. De hogy közben meg ez egy olyan dolog, hogy igazából mindig vissza lehet lépni egyébként, de szerintem minden ember úgy van összerakva, hogy inkább előre szeretne menni. És ha már hozott egy ilyen döntést, akkor meg már szeretne érte tenni folyamatosan. És ugye én tettem is érte, úgyhogy most már büszkén tudom mondani azt, hogy ez tényleg ez az, amit én szeretnék, és hogy én erre vagyok hivatott. És mit gondolsz arról az átmenetről, amit sokan csinálnak, hogy először elkezdett csak egy alkalmazotti munka mellett, ugye mondtad, volt kis félretett pénzed, de egy alkalmazotti munka mellett felépíteni a vállalkozást akár mondjuk heti egy órával, tehát amit mondasz, hogy az a nagy üresség ne legyen meg, hogy ezen gondolkoztál-e, vagy pedig teljesen biztos voltál benne, hogy gőzerővel csak 100%-ig a vállalkozásra szeretnél nulláról koncentrálni? Őszintén én gondolkoztam rajta, csak úgy gondoltam, hogy nagyon ketté menne a figyelmem. Tehát ez a saját megélésem egyébként, mert tudom, hogy nagyon sokan úgy csinálják még a mai napig is az aerobik oktatást, illetve csoportos óra oktatást, hogy mellette dolgoznak, amivel nincsen semmi probléma, mert tök jó, hogyha ők a kettőt együtt tudják csinálni, abszolút. De én az úgy gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen dacis volt egyébként, hogy nem, akkor én ezt fogom csinálni. És Csak pont. azért is. Csak Megmutatod, hogy azért lehet is vállalkozni csak. megmutatom. Így És van. ez Csak is, el azért. is adott akkor egy motivációt, gondolom. Abszolút igen. Tehát én szeretek így, aki azt mondja, hogy nem sikerül, meg nem tudod megcsinálni, én azzal szemben szeretek menni, hogy de. És majd meglátod, hogy mégiscsak lehet. Szerintem nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Igen, ez egy jó mondás. Közben Földes Anna Mari, hajrá Zsófi, bíztat minket, Köszi. vagy hát téged, Az engem egyik is bíztassatok. vendégem. Az Na hát tessék. egyik vendégem, aki képzeld, hogy általános iskolában volt az angol tanárom. Úgyhogy Na, mik vannak? Jó, és büszkeségem. akkor ugye ezt is felírtuk, hogy mit gondolsz, hány lábon érdemes állni, tehát akkor végül is te úgy döntöttél, hogy igazából egy lábon, tehát az egyik lábról a másikra ugrottál át, de hogy egy maradt, tehát nem tartottál két vasat a tűzbe, de aztán később Hát ezt, ha jól tudom, változott. igen, tehát az alkalmazottiból én beleugrottam a vállalkozóiból, ez abszolút igaz, de nagyjából 2 éve ezt a vállalkozást én egy másik vállalkozással egészítem ki, tehát hogy én most is 2 lábon állok, mondhatom ezt, és szerintem érdemes is alapjáraton több lábon állni. Nekem az jött be, hogy a két terület ez ugye kiegészíti egymást abszolút. Tehát ugye az edzősködéssel is az emberekkel foglalkozom, az emberek egészségével, és hogy minél jobbá tegyem az életüket. És a másik, az ugye nem titok, hogy Herbalife tanácsadó vagyok, ugye ezt mondtam, hogy az életmód tréner. Ezzel is ugyanezt csinálom. Csak a ti programokon keresztül. Tehát ilyen kihívások, egy táplálkozási programot állítunk össze, és hogy miután ezt a kettőt teljesen így össze tudom forrasztani, így, és ott is én osztom be ugyanúgy az időmet, ezáltal nem megy ketté a figyelmem, nem osztódik meg annyira. És mi pontosan egyébként ez a Herbalife? Erről lehet egy pár szót tudni. Persze. A Herbalife az egy étkezést helyettesítő készítmény maga, ez egy cég, egy amerikai cég, jelenleg 96 országban van jelen, és ilyen programokkal dolgozunk. Csinálunk egy testösszetételmérést, táplálkozási naplót kérünk, illetve hogy beállítjuk a programot teljesen személyre szabottan, és így kísérjük el a vendéget, vagy illetve ugye a fogyasztót jelen esetben a céljához. Tehát emelem rendszer nyilván, de
én sose a terméket szeretném eladni, hanem saját magamat, mert én egy szolgáltatást nyújtok neki. Tehát én vagyok az az ember, aki edzi őt arra, hogy elérje a céljait, ugye táplálkozáson belül. Tehát itt, most itt lehet szó egyébként fogyásról, szálkásításról, adott esetben izomtömegnövelésről, vagy csak egészséges életmódváltásban van valaki, immunrendszer erősítő, tehát eléggé tág ez az egész, és ugye ehhez tudok akár edzést is csatolni, tehát én úgy kezdtem el ezt az egészet, hogy a vendégeimnek kezdtem ajánlani a programot. Tehát először magamon teszteltem, mert nekem más termékekkel nagyon rossz tapasztalataim voltak, és utána, ahogy én azt éreztem, hogy ez tényleg jó, működik, tök jó a csapat, mert én nagyjából egyből belekerültem ugye a tanácsadói csapatba, hiszen a párom már 16 év fogyasztó, és ő a csapatvezető. Láttam, hogy tök jó, mert itt lehet tanulni is, tehát nem csak azon, hogy oda tolják a terméket, hanem lehet tanulni is. Ugye elkezdtem a vendégeimnek ajánlani, és akkor így lettek folyamatosan fogyasztóim, és most már nem csak fogyasztóim vannak, de tanácsadókat is tanítok be ugyanúgy. Akkor az Attilával is gyakorlatilag a Herbalife-on keresztül találkoztatok, vagy ez egy független történet? Hát mondhatjuk így, mert egy sporteseményen voltak kint, és mi ott találkoztunk, aztán fél évig nem beszéltünk, és utána kezdtünk el beszélgetni. Na hát akkor végül is még egy ilyen komoly párkapcsolatot is köszönhetsz valamilyen szinten a Herbalife-nak. Abszolút, tehát hogy igen. Most azon gondolkoztam, hogy azért itt sok hasonlóság van, tehát ugyanúgy emberekkel kell foglalkozni, valamilyen szinten megmaradtál az egészséges életmód mellett, tehát így ezt a két dolgot is össze tudod kapcsolni valamilyen szinten. Abszolút. Igen, meg indítunk ilyen kihívásokat is, ami meg ugye csapatépítő, tehát hogy így érzik az indulók, hogy nincsenek egyáltalán egyedül. És képzeljétek el, hogy tavaly 500 indulónk volt. Na, tavaly. Hát ez van nagyon komoly. Igen, és mindenki jó eredménnyel zárt. És én imádom egyébként mindkét szakmában azt, hogy új emberekkel tudok megismerkedni, nagyon érdekes élettörténeteket hallok, hogy tök jó célokat tudnak kitűzni, tehát hogy így reálisan is látják ezeket, és nekem nagyon-nagyon jó érzés az, hogy foghatom a kezüket, és végig tudom vinni, mondjuk akár tovább is, mert megmaradnak. Igen, erről is néztem pont egy videót, hogy azt mondják energetikailag, hogyha van egy csapatod, tehát tényleg akiknek segítesz, az is már emeli az embert, már így önmagába. Tehát, hogy tudsz szervezkedni. Valamilyen szinten én is igyekszek egy közösséget építeni, és ez is tök jó érzés, hogy tényleg így egymást tudjuk segíteni, egymástól lehet tanulni, meg van valami közös cél, amit így csapatba egyszerűbb, vagy könnyebb talán kivitelezni. Persze, mert amúgy azok hagyják ezt abba, szerintem, akik egyedül érzik magukat. Vagy nagyon nem akarják, de akik inkább az, hogy akik egyedül érzik magukat. Tehát, hogyha van legalább egy-két ember, akire úgy fel tud nézni, és azt tudja mondani, hogy de jó, hogy mondjuk ő is hasonló cipőben van, és ő is mennyi mindent képes elérni, akkor ott már általában nem találnak kifogást. És hogyha valaki esetleg kedvet kap a Herbalife-hoz, akkor tud rajtad keresztül csatlakozni, vagy érdeklődni? Persze, ilyen folyamatosan keresünk egyébként, illetve találnak meg minket olyanok, akik szeretnék fogyasztani, tehát valamilyen gondjuk van, és azt szeretnék megoldani azzal, hogy egészségesebben kezdenek el táplálkozni, illetve, hogy beiktatják a reggelit az életükbe, mert ez egy nagyon nagy probléma egyébként világszinten, hogy már a reggelinél el van szúrva az egész, akkor most egy kicsit csúnyában mondom, és akkor onnantól csúszik az egész nap, vagy olyan az életmódjuk, hogy nem tudnak leülni, és akkor mondjuk nincs fél órájuk arra, hogy megreggelizzenek, megebédeljenek, egy ilyen főétkezést megegyenek. Tehát olyanokat is nagyon szívesen fogadunk bárkit, nem volt még olyan, hogy visszautasítottunk volna jelentkezőt, mert tényleg az a célunk, hogy egészségesebb emberek éljenek így a Földön. Tehát ugye mi a világ
96 országában van jelen a Herbalife, illetve ugye tanácsadókat is. Tehát, hogy aki érez magában affinitást arra, hogy segítsen másoknak, mi nagyon szívesen fogadjuk. Egyrészt megadjuk neki a támogatást, másrészt van lehetősége tanulni. Csapatszinten is vannak képzések, illetve hazai szinten is részt vehet ugyanúgy képzéseken, és biztosítunk minden eszközt arra, hogy akár így online is tudjon kapcsolatokat építeni, illetve tudjon dolgozni. Tehát ugye a tavalyi év az nekünk azt nagyon megmutatta, hogy mi ezt jól tettük, hogy az elmúlt 2-3 évet arra szántuk, hogy tényleg minden eszközt így központosítsunk, és hogy így kelljen csak odatolni nekik, hogy figyelj, itt van minden, igazából csak rajtad múlik. A termékek minősége az megkérdőjelezhetetlen, a csapat az fantasztikus, tehát nálunk nagyon fontos az, hogy tényleg támogassuk egymást, hogyha valamilyen elakadás van, akkor tudjunk neki segíteni, illetve az elismerés. Tehát, ez nagyon fontos. Igen, abszolút. És említetted, hogy ugye éreztél valamilyen különbséget, több terméket is próbáltál, nagyon sok termék van a piacon. Mi az, amit így ki tudnál emelni, amiben más mondjuk a Herbalife? Hát figyelj, abban más, hogy még nem érkezett rá panasz. De egyébként meg abban, hogy ugye ez nem fehérje annyira hatásos? Igen. Tehát, hogy nem egy sima fehérjeségként képzeljétek ezt el, hanem ez egy étkezést helyettesítő készítmény, az alapja az egésznek, ami azt jelenti, hogy annyi vitamin, ásványanyag, rost, minimális szénhidrát, fehérje, és ugye az egészséges zsír van benne, amit egy ilyen hatalmas tál étkezés során, amit lehet, hogy nem tudna bevinni az ember, azt ezáltal sék által el tudja fogyasztani. Nekem például az előzőek, amiket kipróbáltam, hát én odáig fajult, hogy most már sima tejet nem tudok meginni, ez most így javult, folyamatos puffadásom volt, ami az elmúlt 2 év alatt elmúlt, nem hullik a hajam. Tehát nálam ugye inkább az egészségmegőrzés volt a cél, illetve hogy sportolás után jó minőségű fehérjét vigyek be magamba, és másoknál például fogyás, tehát ilyen 25-30 kilós fogyásokról vannak tapasztalatok, amiket meg tudtak tartani, és úgy tudták ezeket a célokat elérni, hogy nem éheztek. Tehát ez is nagyon-nagyon fontos, hogy itt nem koplalni kell, hanem visszatöltjük a testet a megfelelő tápanyaggal, és ezáltal kezdi el majd szépen leadni a felesleget, amire már nincs szüksége a testnek. Világos. Na, hogyha kedvet kaptatok a Herbalife-hoz, akkor nyugodtan jelentkezzetek Zsófinál. Azt szeretném még kérdezni, hogy mi segített neked abban, hogy most is azzal tudj foglalkozni, amit szeretsz végül is? Hát ugye itt említettük a csapatot. Egyébként ugye ez a kettő, hogy én az edzősködés mellett választottam még egy lábat, és én úgy gondolom, jelen esetben, hogyha a Herbalife nem lenne most ott, mint második láb, akkor lehet, hogy egyébként én is visszamentem volna valahova dolgozni, mert azért egyedül nehéz, valljuk be, tehát tudom, hogy nagyon jó baráti kapcsolatok vannak így az edzős berkeken belül, de nekem például a Herbalife-os csapatra szükségem van annak érdekében, hogy az edzősködést is meg tudjam tartani. Mert hogy ők annyira támogattak ebben, illetve ugye a sok-sok önismeret, mert azt nem hagytam abban, hogy én így tudok most két, tehát egy stabil lábakon állok, mint egy létra. Konkrétan, és én vagyok ott szépen a tetején, és hogyha az egyik egy kicsit kibillen, akkor ugye nyilván még ott van a másik, most az edzősködés billent ki, ezáltal a covidos időszak által, és most ott van nekem a Herbalife, ami meg folyamatosan növekszik, tehát a tavalyi évhez képest tehát 2019-ről 2020-ra egy 37%-os növekedésünk volt a igen, csapat szint. Komoly. Igazság szerint most ugye a lezárások miatt is meg sokan kényszerülnek valamilyen váltásra,
emiatt is jó lehet akár, hogy ezt lehet végezni egy home office-ból, bárhogyan, úgyhogy hogyha valaki kedvet érez magába, akkor érdeklődjön, és kérdezzetek még nyugodtan, bátran, még van egy kis időnk, mondjuk egy negyed óránk, én pedig addig, amíg ti nem kérdeztek, folytatom a kis kérdéseimet. Láttam az egyik videódban, hogy D-benzet is előszeretettel használsz. Ezt milyen órákon szoktad, valamiért miért szereted ezt az eszközt? Hát én úgy mentem el a tanfolyamra, hogy én még sosem használtam az eszközt, csak megtetszett, képzeljétek el, hogy így nézem, mennyire király, hogy így koordinációt lehet vele fejleszteni, de hogy közben a csípőizma is mennyire jól erősíthetőe. És én csoportos órát kezdtem el vele tartani, azt még így a Gildában. És ott ment is egyébként, szerették nagyon a vendégek, de most legfőképpen személyedzésekre használom. Ugye az edzetjeim egy részénél van is otthon díjbent. És igazából nekem az egyensúlyfejlesztés az a mániám a napjáraton, és ahhoz pedig egy tökéletes eszköz. Úgyhogy igazából ezért szerettem bele. Meg annyira jó ellenállást ad, hogy van eszméletlen a különbség, hogyha egy gyakorlatot azzal csinálsz meg, vagy egy gyakorlatot anélkül csinálsz meg. Úgyhogy ez egy nagyon jó találmány. Igen, úgyhogy, hogyha újra nyitnak a termek, hát reméljük most már heteken belül, akkor ezt is ki tudjátok próbálni. Egyébként mondjuk el azt is, hogy te hol vagy edző, ha jól tudom, több helyen is edzősködsz. Igen, én a Life egy nyugatiban vagyok csoportos óra oktató, illetve a Riverben, nem Váci 35, most már a nevet, ott senior órát tartok, és én Spring Day-ben vagyok személyjegyző. És ugye én 2019. decemberében kezdtem a Spring Day-be, és márciusban zártunk be, úgyhogy jó volt így, ott akkor is volt egy ilyen kis hullámvölgy, mert azért nyilván, hogyha az edző elmegy és termet vált, akkor ott van lemorzsolódás, amit újra kell építeni. És azóta nem nagyon voltam a Spring Day-ben. Igen, hát de végül is akkor itt is több lábon állsz, tehát több helyen vagy. Igazából ez szándékos volt, tudatosan tervezted így, hogy nem egy teremre fókuszálsz, hanem inkább így elosztottam, vagy az élet hozta ezt így neked? Ezt abszolút az élet hozta, tehát ugye a Lifeway-nél ott felszabadult két időpont, és én arra így egyből lecsaptam, hogy itt tök jó órasávban van, úgyhogy én azt szeretném, ugye a zsírégett órát tartok, tehát nekem az abszolút így az egyik favorit, én ezt szeretem, mert hogy azt többféleképpen is lehet tartani, nem kell így megragadni egyben. A Spring Day pedig az igazság, hogy ez a Peti által jött egyébként, a Borsos Peti által. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy szeretnék átmenni másik terembe, és akkor ő ajánlotta a Spring Day-t, hogy ő ott dolgozik, és nagyon-nagyon jó a csapat, és hogy tényleg menjek át, mert hogy jó, szerinte jó helyem lesz ott, és abszolút igaza lett egyébként. Úgyhogy egy jó csapatba tartozom ott is, csak hát most sajnos nem úgy jöttek ki a kártyák, hogy sokat tudjak ott lenni. És te hogy élted meg ezt a lezárásos időszakot? Tartottál esetleg online edzéseket, vagy mivel tudtad így helyettesíteni a terem lezárásokat? Hát az első hét az káosz volt tavaly márciusban, tehát hogy de arra mondtam, hogy jó, nem baj, kell egy hét pihenő, tehát hogy az okés. De érdekes, mert a vendégeim, ők abszolút úgy álltak hozzá, hogy ahogy volt a bezárás, egyből írtak nekem, hogy akkor online edzünk és pont. Tehát hogy ők nem akarják ezt abba hagyni egyáltalán, hanem akkor álljunk át valami másik rendszerre, és akkor folytassuk, amíg szükséges. Nyilván tisztában voltak, és tisztában is vannak vele, hogy ez teljesen más azért, mint amikor ott vagyok velük, de hogy ők abszolút nyitottak voltak rá. Volt olyan, aki az elején óckodott, de ő is ilyen két hét után rám írt, hogy figyelj, annyira hiányzik a mozgás, hogy oldjuk meg valahogy, mert hogy nekem nagyon-nagyon kell. Úgyhogy a személyedzések az online, a jó idő esetén, akivel tudok, kimegyek a szabadba edzeni,
de az nálam egy kicsit nehézkesebb, mert mindenki úgy a Springdale környékén lakik, tehát én pedig Budán, úgyhogy nekik annyira nem egyszerű, vagy ott a környéken dolgoznak, és nyilván home office-ban vannak, tehát a 14. kerületben mondjuk nem fog átrobogni kb. Sehova, úgyhogy megérje mindkettőnknek, úgyhogy így maradtak így az online edzése. A csoportos óra pedig én azt az elején hanyagoltam, mert hogy így őszintén nem tudtam elképzelni, hogy én itt itthon egyedül ugráljak, ráadásul mi egy szobás lakásban lakunk. Tehát jó, a konyha külön van. Jó, az kicsit megnehezíti a helyzetet. Igen. Úgyhogy Attila konyha lakó lett azóta nagyjából. És volt ugye közös óránk is. Igen, úgyhogy te tudod, hogy már hány négyzetméteren, és hogy nyomom, úgyhogy édesek, amikor mondjuk így esetleg átjön valaki, és így a kamera előtt sokkal nagyobbnak tűnik ez a szoba. Hát, na igen, egyébként csalóka. Meg sok mindent ki lehet hozni egy ilyen kis szobából is, tehát így az embernek a kreativitását az abszolút beindította ez a kényszerhelyzet. Igen, tehát mi is így átrendezzük, ide rakjuk, oda rakjuk, tehát így meg lehet oldani, meg a párom ő nagyon türelmes egyébként ilyen szempontból, tehát ő is tudja, hogy most ez a helyzet van, neki is alkalmazkodnia kell, nekem is alkalmazkodnom kell ehhez az egészhez, tehát azért reggel 6-kor nem tartok személyi edzést igazából, de ugye ezt későbbi időpontokra is tudtuk tenni. A csoportos óra volt az, amit meg kellett egy kicsit szoknia, hogy akkor ki van zárva, és lélek se kisebbe, és üvöltözök, és hangos a zene, úgyhogy, de Zoomon keresztül? Zoomon keresztül Facebook tartod? Live. Facebook Live. Aha, na, hát akkor Facebookon megtalálj. Esetleg van zárt csoportod, vagy pedig a... Van Zsófitness otthon csoport. Na, akkor oda is tudtok esetleg csatlakozni, ha szeretnétek. És milyen óratípusokat tartasz egyébként úgy a termekbe is, vagy hogy egyáltalán nyilván gondolom, hogy most a D-Benz meg ilyesmik annyira nem jönnek szóba, hogyha valakinek nincs otthon. Melyik a kedvenc óratípusod, és mit gondolsz, melyik az erős, vagy mi az erősséged? Hát az erősségem az azért a zsírégető, mert azt csinálom a legtöbbször. Uh-huh. De abba sok minden belefér. Igen, de én azt váltogatni szoktam egyébként. Valamikor kicsit többet erősítünk, kevesebb a kardió rész. Ugye nekem kezdetben amúgy egy szikszalanggal fel volt rajzolva a parkettára steppad, most azóta szereztem steppadot, úgyhogy steppeset is tudok tartani, de egyébként boxosat is szoktam ugyanúgy, és azt nagyon-nagyon szeretik. Uh-huh. Úgyhogy most a Life 1-ben ugye a Kalamár Esztivel tartottunk is közös boxos uh-huh. órát, úgyhogy azok így jól is sikerültek. Borsos Peti kérdezi közben, hogy mi a kedvenc junk foodod? Mint Herbalife-os. A hamburger. Erre hogy válaszolsz? Hamburger. Figyelj, én erre úgy tudok neked válaszolni, hogy nagyon sok junk foodról leszoktam, de tényleg sült krumpli függő voltam, de szó szerint. Tehát én imádtam a sült krumplit. Ennek biztosan lelki oka volt. Tuti, mert oda vezethető vissza egyébként, hogy amikor édesanyám, ami ketten voltunk otthon, és apukám dolgozott, ugye ő már nem nagyon tudta magát így ellátni, vagy engem, tehát neki ez már nehezebb volt, akkor mit csinál a 12-13-15 éves gyerek? Hát sült krumplit, mert azt a legegyszerűbb. Igazából meghámozod, berakod a sült krumplit, szeletelőbb, azt berakod a fritőzbe. De már ez is elmúlt, tehát hogy én tök jól el vagyok most már zöldségeken, gyümölcsökön, salátákon egyébként. A jó kézműves hamburgert azért nyilván megeszem, mert ez a Herbalife-os program nem arról szól, hogy most akkor mindent megvonunk magunktól, hanem arról, hogy hogyan tudjuk átalakítani ezeket, hogyan tudjuk jobbá tenni, kiegészíteni. Tehát, hogyha... Nyilván, igen, abszolút. Tehát, hogy meg kell találni ebben is az egyensúlyt. Nyilván, hogyha valakinél 40 kiló mínusz a cél, annak nem fogom azt mondani, hogy jó, azért a hambi nyugodtan belefér, de egy idő után bele fog férni, mert már elérje azt a célt, aminél már simán lehet. Mert miért ne? Uh-huh. Még
Attilával kapcsolatban írtam egy kérdést, hogy ugye ti együtt is dolgoztok, tehát ez valamilyen szinten egy kapocs, de hogy ennek inkább előnyét látod, vagy vannak azért hátrányai is, hogy látod ezt a kérdést? Hát ez érdekes egyébként, én még egy párommal sem dolgoztam együtt, tehát hogy annyira különbözőek voltunk mindig. Egyébként én az előnyét látom, abszolút. Tehát azért vannak nyilván összezörrenések, ami egy átlag olyan párkapcsolatban is vannak, ahol nem dolgoznak együtt a párok. De szerintem ezért vagyunk sokkal megértőbbek a másikkal, és sokszor már kitaláljuk így a másiknak a gondolatát, abszolút, mert annyira egy rúgóra tud járni az agyunk. Ugye ő is személyjegyző egyébként, tehát hogy illetve Girja Fit oktató, tehát ő is a sporttal kezdte, és akkor utána jött neki is a Herbalife. Végülis Tehát akkor ugye... tök hasonlóan csináljátok mind a ketten ezt a dolgot. Igen, csak ő már az edzősködést nem szeretné tovább csinálni, hanem neki most már a csapatépítés, tehát ő a csapatvezető, és ő egyébként meg a szüleivel is együtt dolgozik, úgyhogy mi abszolút itt családilag csináljuk ezt az egészet. Na, ilyen meg még kevesebb van egyébként, de miután ugye megvan az, hogy egy a célunk, így nincs hátránya, szerintem. Igen, itt is a közös cél, meg hát valami szinten a közös téma is, tehát hogy ad egy ilyen pluszt a dolognak. Ugye erről is néztem egy előadást, hogy régebben sokkal több ilyen családi vállalkozás volt, hogy ugye egymásra voltak utalva az emberek, most azért sokkal inkább szétszórtabb ilyen individuumok vannak, aztán van egy ilyen irányzat, ami talán egy visszavezetett a régebbi időkbe, hogy igenis jó együtt dolgozni, így családon belül is. Akár. Igen, abszolút, mert hiába egy család, ugye ettől függetlenül mind külön emberek vagyunk, külön ötletekkel, külön gondolkodással is. Lehet, hogy az egyik jobban lát valamit, mint amit te nem azt látod bele, és vannak ötletek folyamatosan, és sok időt töltünk egyébként együtt, de mégse olyan sok szerintem. Tehát, hogy érdekes, hogy most mi a bezárások óta szinte non-stop együtt vagyunk, és néha nyilván jól esik kimenni futni egyet egy órát, de az más miatt is jól esik, viszont nem mentünk még egymás agyára, és ugye nem is beszélünk non-stop a munkáról. Tehát, hogy nem erről van szó, hogy ez egy olyan kapocs lenne, hogy folyamatosan csak erről az egy témáról tudunk beszélni. Nyilván ez is szóba kerül, de nagyon jól tudunk összedolgozni, tehát hogy valamikor én kérem ki a tanácsát, valamikor pedig ő kéri ki az én tanácsomat. Na, ez így tök szuper. Covid-dal kapcsolatban van oltásod, vagy átestél esetleg, vagy tervezel? Te hogy látod ezt a kérdést? Nincs még oltásom. Te is kivárós vagy inkább. Kivárós vagyok, én szeretném tudni, hogy mik a feltételek, illetve én nem kaptam el, tehát legalábbis nem láttam semmi olyan tünetet magamon, vagy csak hogy nem tudsz róla, mert a Herbalife ugye kompenzálta, és észre se vetted a gyártást. Amúgy én azt mondtam, mert te ezt valószínűleg nem tudod, hogy én nyáron lánykóros voltam. Nekem a fél arcom lebénult konkrétan, tehát itt a jobb oldal az egyáltalán nem működött. És én akkor álltam rá jobban a Herbalife termékekre, tehát non-stop azt ettem kb. Egész nap, nyilván rendes kaját is, de hogy így megdupláztunk mindent. És én mindig azt mondom, hogy én már a lánykort elkaptam, én már Covidot nem fogom, mert azért most már így visszanézve a képeket, azért eléggé brutálisan néztem ki. Mondjuk szerencsém van, mert a környezetem nem mondta, tehát az volt a vicc, hogy akkor volt a 30. szülinapom, szombaton volt talán a buli, a meglepetés buli, és nekem pénteken bénult le az arcom. De az csak így tök random, vagy egyik pillanatra másikra? Úgy volt, hogy megcsipette egy kullancs, és két hétre itt a nyakam nagyon viszketett. De lovardában voltunk, tehát én azt mondtam, hogy lehet, hogy csak a por, meg az, hogy nagyon meleg van. És akkor ugye Attila mondta, hogy édes volt, még miért lóra szálltam volna, így elkezdte, hogy de hát ez lánykor, nézd meg, hogy ilyen képeket találtam róla, kösz, hogy rá stresszelsz. De aztán el is mentem tesztet csináltatni. Na, sajnos igaza lett.
És sajnos igaza lett, de az orvos nem hívott fel, hogy mi van, mert nem találta a telefonszámot, én hívtam fel, hogy nagy gáz van, mert kettős látásom van. Tehát, Azért és ez ijesztő úgy lehetett. kezdődött. Hát az érdekes volt, igen, azért, hogy így adott egy kiszolgáltatottság érzetet, mert Attila úgy hurcolt föl az orvoshoz, mert mondtam neki, hogy figyelj, nem látok, tehát hogy így megy az út konkrétan. És ugye ki is derült, hogy lánykor, aztán a kettős látás 2 nap múlva elmúlt, azt hittem, hogy tök jó minden, elkezdtem az antibiotikum kúrát, és aztán meg lebénult a fél arcom. De az antibiotikum kúra után én úgy mentem vissza, hogy így utólag mondtam el az orvosnak, hogy amúgy ezek és ezek és ezek is voltak, és akkor én nézett, hogy úristen, ezt miért nem mondtam, hát mondom, mert nyaralni volt, én nem éreztem, tehát nekem nem volt betegségtudatom például, egyáltalán. Tehát, hogy van, túl leszek rajta, de hogy ennyi. Én nem húztam bele magam, és sose voltam ilyen. És akkor ugye kérdeztem is tőle, hogy ez lehet, hogy a jó táplálkozásnak tudható ebbe, hogy ennyivel megúsztam, mert aztán elmentem tesztekre, és akkor ott is már negatív lett. Ugye valamennyire benne marad a szervezetbe a Lyme baktérium, tehát ez teljes mértékben sose lehet ebből kigyógyulni, viszont abszolút tünetmentessé lehet válni. Csinálom, most ez a fázis van, abszolút. És mondta, ő is megerősítette, hogy az, hogyha valaki megad minden tápanyagot a szervezetének annak érdekében, hogy tudjon regenerálódni, hogy tudjon 100%-osan működni, vagy legalábbis amennyire lehet, akkor szinte bármilyen betegséget legalább tünetmentessé lehet tenni, de kezelni is lehet. Ezt egyébként én már több helyről is hallottam, hogy akik ilyen nem csak táplálék kiegészítő, de ilyen gyógynövényes készítményeket, hasonlókat szednek, hogy sokkal enyhébbek a tünetek. Hát nyilván nem mindenkinél, de azt gondolom, amit lehet, azt meg kell tenni. Valamint ugye erről is egy csomó kimutatás van, hogy a földben nincs annyi vitamin, tápanyag, stb. Mint régen volt, tehát ezeket valahonnan muszáj bevinni, mert különben igazából éhezik a szervezet. Úgyhogy sajnos szerintem a mikorunkban ez már elkerülhetetlen, hogy valamilyen táplálék kiegészítőt választom magának az ember. Hát egyáltalán nem lehet, tehát minimum a vitaminok abszolút, tehát nem lehet ezt már így kibekkelni sajnos. De hát ezek a betegségek is ugye testi-lelki összefüggések abszolút, úgyhogy ha jól van ki lelkileg, akkor nyilván szerintem nem fog megzuhanni egy ilyen tör. Erősíteni kell az immunrendszert, és hogy telnek a napjaid mostanában? Így már vannak azért lazítások, már így azért kacsingat a terem is a nyitásra, vagy termek is kacsingatnak a nyitásra, hogy látod? Hát ugye én folyamatosan érdeklődök egyébként, hogy mi újság, hogy látják, mert ugye a vállalkozókra nincs konkrétan kiírva semmi, csak így a beosztott vendég viszonyra. Úgyhogy várom nagyon a visszajelzéseket ezzel kapcsolatban. Amúgy érdekes, én gondolkoztam ezen a visszaálláson, hogy most, hogyha egy ennyire átálltunk az online-ra, milyen lesz újra visszamenni, illetve hogy kell majd így a napi rendemet átalakítani megint. De én bízok benne, hogy ettől függetlenül minden tud működni, mindenféle fennakadás nélkül. Ugye a Herbalife-ot tudom online ugyanúgy csinálni, offline is esetlegesen, így is volt rá példa. Az edzéseket is, hogyha vegyítve marad, akkor azt kell megoldani, hogyha teljesen visszamegyek a terembe, akkor pedig azt fogom megoldani. Tehát, hogy mindenre lehet találni olyan kompromisszumot, ami mindenkinek jó, szerintem. És már lassan több mint egy órája beszélünk, ugye utolsó kérdéseket tudjátok még feltenni, és lassan vég lesz az interjúnak. Hamar eltelt ez az óra egyébként, nem? Hogy látod? Igen. Izgultam az elején, de... Nem kell, látod, csak így lazán beszélgetünk. Te is társ vagy ebben, úgyhogy... Hát én is csak így tanulom még ezt a kérdezősdi, de élvezem meg, talán valamilyen értéket tudunk azért közvetíteni. Még azért azt felírtam magamnak, hogy mik a jövőbeni terveid, vannak-e ilyesmik, ugye Attilával is egyben jártok, mikor lesz az esküvő, van-e már DJ-tek? Erre azt tudom mondani, hogy nem kell maszkot hordani, akkor lesz az esküvőnk, legalábbis ez az egyik terv. Még sok mindent meg kell beszélnünk ezzel kapcsolatban, DJ-nk még nincsen. De már van, itt vagyok. Ennyi.
De kérdés is, hogy kisesküvő, nagyesküvő, nem szeretnénk azt egyébként, ami mostanában megy, hogy harmadszorra, negyedszerre halasztják el, mert szerintem az azért így, Hát nem ismerős. mondom, hogy kedvet tör, de azért nem olyan jó érzés, hogy így aztán mégsem. Hát meg nagyon sok macera újra szervezni, én is sajnálom a párokat rengeteg. Hát Ilyesmi van most. igen, meg hogy például, hogy mit tudom, valaki covidos lesz, úristen, a fél család mégse jöhet, az megint csak olyan, hogy na, az sem lenne annyira jó. Úgyhogy ez még a jövő zenére, üzletileg nagyon sok tervem van egyébként, szeretnék sok-sok tanácsadót, akik tudnak másoknak segíteni, és a nagyon jövőbeni az majd egyszer egy saját terem, de hát azért is most kell dolgoznom, úgyhogy most is azon vagyok, hogy az menjen. Úgyhogy az üzleti dolgokat is ezért tanulom, ezért próbálok minél több helyről információkat gyűjteni, hogy majd az is sikeres legyen Na hát ugyanúgy. ez. Nagyon sok sikert kívánok. És az utolsó kérdésem, hogy hogy hívják a macskádat? Macskátokat? Kettő van. Ja, kettő is van, igen. Igen, a feketét láthattátok szerintem mögöttem elmenni, ő Diego, és van egy ő fehér, igen, ő Piri. Egyiket sem mi neveztük el egyébként, mind a kettő befogadott cica, és rajtuk maradt a név. De imádjuk őket, úgyhogy Yin és Yang, megint. Igen, nagyon cukik. Folyamatosan. Láttam, hogy van egy Instagram oldalod is, ez a Zsó Fitness, be tudjátok Zsófitot is követni, kövessétek a Facebook oldalát, én ezúton is nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, meg hogy így jelentkeztél, nagyon jól éreztem magam, nem tudom, te hogy érezted magad? Az Én izguláson nagyon kívül. jó volt. Tessék! Az izguláson kívül. Az izgulás az jó izgulás volt egyébként, és én is nagyon-nagyon jól éreztem magam, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Ez számomra is egyébként egy teljesen új szerep volt, mert sose adtam így interjút, és kicsit másabb, mint így face-to-face beszélgetni egy baráttal, mert azért így tudom, hogy többen is látják, Na hogy persze, meg valamilyen szinten interaktív tényleg, hogy tudnak így kérdezni, van. nem csak én kérdezek. De ez jó, abszolút. Tehát, hogy ha máskor is nézitek más edző videóját, tőle is bátran kérdezzetek, mert jó, mert jobb azt átadni, ami titeket érdekel. Abszolút. És nyugodtan a videó alá is írjatok még kérdést, ha esetleg visszanézitek, hogy esetleg bármilyen más témában, ami érdekelne, csináljunk-e majd egy második kört. Esetleg, ha lesz kedved, vagy pedig akár szövegesen is tudsz válaszolni. Még egyszer köszönjük, hogy ezt így elvállaltad, és ne felejtsétek, hogy a héten még lesz több interjú is, úgyhogy kövessétek a Fitness DJ Official Facebook oldalt, YouTube csatornát, stb. Ennyi volt az önreklám, és további szép estét kívánok mindenkinek, és még egyszer köszi Zsófi, hogy itt rendelkezésre álltál, és neked pedig sok sikert az életben, meg a vállalkozós élethez, amit így kitűztél célul. Köszönöm szépen, és nektek is köszönöm, hogy végighallgattatok. És köszönjük a Szuper, kérdéseket igen. is. Igen. Sziasztok! Köszönjük. Szép Szép estét, estét, sziasztok! sziasztok.